Én egész évben nagyon várom a málna szezont, egyszerűen nincs olyan desszert, aminek ne készíteném el ilyenkor a málnás verzióját, annyira szereti az egész család. Ma megmutatom, hogyan készítem vele a kókuszos málnás jégkrémet, ami ilyen tuti lesz. Az első lépés, hogy le kell mérni, hogy a jégkrém formába milyen mennyiség fog beleférni. Az aljába készítek egy málnás réteget, és a tetejébe fog kerülni a kókuszos. Én úgy szoktam lemérni, hogy ráteszem a mérlegre. Az elsőbe öntök annyi vizet, amennyi málnát szeretnék majd tenni bele. Úgy, ez pontosan 40 g. 6x4, 240 g málnás töltelékre lesz szükségem, ez biztos. Most lenullázom, hogy kiderüljön, hogy mennyi a kókuszos, hogy tele legyen a forma. Ez még 30, az azt jelenti, hogy 18 deka kell majd a kókuszos töltelékből, hogy teljesen tele legyen mindegyik, és ne készítsünk többet. Kezdjünk is bele. A tálat a mérlegre helyezem, és nullára állítom. Belemérem a 20 deka málnát, mert 24 dekára lesz összesen szükségünk, de 4 dekát hagyni kell az ízesítőknek. Sztórok hozzá 2 deka cukrot. Reszelek bele egy kevés citromhéjat. Botmixerrel finomra turmixolom. Ilyenkor mindig kóstoljuk meg, amikor elkészül egy réteg, mert a kész fagyi akkor lesz finom, hogyha most egy kicsit túl savanyú, egy kicsit túl édes, akkor hidegen kinervezve pont jó lesz. Ez szuper, most készítsük el a kókuszréteget, és utána egyszerre be tudjuk tölteni. Ehhez reszelek még egy kis citromhéjat. A kókusznak elég semleges íze van, úgyhogy jó, hogyha egy kis citrushéjjal pikánsabbá tesszük. Reszelek bele egy kis friss kókuszt is. Azt beszéltük, hogy 18 dekának kell lenni a kókuszos tölteléknek, úgyhogy mérlegen fogom lemérni az eddig elkészülteket. Vagyis a citromhéjat és a reszelt kókuszt. Ez csak az ízanyagot adja, úgyhogy nagy súlyt nem fog jelenteni. Jöhet ehhez is a cukor, körülbelül egy evőkanálnyi, vagy két teáskanál, ahogy nálam. Rakok bele vanília kivonatot is, egy kortnyit, és annyi sűrű kókusztejet, hogy 18 deka legyen összesen. Tökéletes, és már csak össze kell keverni. Mindenképpen kóstoljuk meg ezt is, hogy elég intenzívek lettek-e az ízei. Teljesen jó, lehet tölteni. Formák aljába kerül a málnás réteg szépen szétosztva. Mindegyikbe egyforma mennyiséget töltsünk. Óvatosan az asztalhoz ütögetjük, hogy ne maradjanak az alján légbuborékok. És most a tetejére jöhet a kókuszos réteg is. Ügyeljünk rá, hogy ne töltsük tele, mert ahogy fagyni fog, megnő a térfogata és kifolyik a formából. A spatulával egy kicsit keverjük fel, hogy középen márványos legyen a fagyi. Ez elkészült, mehet is 4 órára a fagyasztóba, de akár ott tölthet egy éjszakát is, 4 óra múlva tutira ehető lesz. Végre elkészült a málnás kókuszos jégkrém, ilyen tuti lett. Remélem, hogy te is ki fogod próbálni, és olyan klassz napod lesz, mint nekem. Ha még nem iratkoztál fel, akkor kérlek iratkozz fel a YouTube csatornámra, és kövessél be Instagramon is, hogy ne maradj le egy receptről sem.